Oké, szerbusztok, sziasztok, itt vagyunk, néha játszunk és folytatjuk ezt az őrült lövöldözést, gyerekek. Load, igen. Kipróbáltuk a quicksave-et is, szuperszonikusan itt vagyunk. Úgyhogy itt vagyunk és néha játszunk a Quake-kel. Hoja! Az a nyolc. Gyerekek, el tudnánk találni? Na jó, leszorakozunk. Szóval... Várjál, ha innen tudunk egy quick, így. Na, hopsz, és a másik. Ugye? Mindjárt jobb a helyzet. Hopsz, a hátunk mögött valaki szórakozik. Nagyokat csapnak itt a fiatalok. Ez egy titkos hátsó ajtó. Hogy ott föl... Az föntről, várjál. Ez darabokra szakadt. Szerintem ezt rakjuk vissza. Jó. Az ott föntről ránk csak. Az úgy nem ér. Azt a sok nincset. Darabokra. Jó. Nem jó. Ez így nem lesz jó, nem lesz jó!
menjünk vissza. Ez így nem lesz jó. Te bírják. Te bírják a gyűrődést, a fiatalok. Ez maga egy ezüst kapu egyébként. Csak úgy kíváncsiságból most elmegyünk erre, jó? Az ott elintézve. Az is elintézve. Aha. Most kerültünk oda lentre. Ehhez meg kellene egy ezüst kulcs. Akkor mehetünk vissza. Így legalább, de legalább megvan, hogy akkor mi merre, hogyan. Itt valaki még mindig hőbörög. Jaj, de jók voltunk! És elmentnek a pitlibe a platform elemekkel FPS-be. Mehetünk már be? Ja, értem. Ez ennyi, tehát itt ki tudunk jönni. Hoppá! Lássuk, hogy hol nem találnak el minket azok a célzó művészek. Jobbra? Menjünk jobbra. Nézzük meg jobbra. Így vagyunk jók. Látta, hogy nem... Basszus. Szóval nem ugrál annyit. Gyalogoltak idáig, de cukkert ülték. Na gyere, gyere. Hoppa, ki. Szarapul állunk, mint az előbb. Na még egyszer próbálunk oda behatolni. Azt hiszem, ez most sikerült ki
kicseleznünk rendesen. Oh, fuss ele! Ilyen így, ja. Ez tele van ez az épület ninjákkal. Az meg egy dimenzió kapu. Egy nagy quick jellet. Oké. Okay. Most menjünk be. Aha. Titkos hely. Ez annyira nem volt titkos, most nem azért. Szorul be! Teljesen bolond. Ezek ellen nem olyan jó ez, basszus. Kap egy ilyet. Mi van? Nem olyan jó a sörétes. Lehetne jobb is. Értem. Hogy kapunk egy ilyen tripla-dupla sebzést, ami mindjárt el is fogy, mi? Ha szembe megyünk be, akkor is ez a helyzet. Nem lókulát. Ja, aha. Nem jó, nem jó. Az áramos csávó. Az így, akkor így volt panyek jó, hogy körülmentünk. Hátulról máshol megy a dimenzió kapu. Azt az anyja mindeni. Nem lehet ilyen fél megoldásokkal játszadozni. Azért azok veszélyesek. Na, valljuk be. Bedobja a pofámba, bedobja! Még egyszer. Nem lehet veszni. Az anyádat. Tudod, kivel szórakozzá? Nem lépek le, ne rájöjj be! Nem volt mögött igazán semmi egyébként egyébként szerint.
bentről. Tumál ki az orrodat. Találnia. Nem jó? Hátod. Na, hogy ez ide jött le. Szerintem ez még lett volna jó, hogy én ott vagyok lent. Fején voltam. Kifogyjuk a sörétesből. Idegesítő ez az összes pattogó szakta egyébként. Páncélt azért nem sűrűn ad. Ide kell rögtön az aranyajtó. Jaj, de jó volt! Ezt hova esik? Degen jó! Az degen jó volt, hogy rögtön tűzös sebzésre kezdett. Hogy akkor eltessünk. Várj, itt van. Arany kulcs. Vaj, de nem jó. Hol vagyok? Jézusom. Hova az Istenbe kerültünk? Ott egy aranykulcs van. Ez a... szembe cseszett egy lövése. Hol vagy? Hol vagy?
értem. Aha. Azt se tudom, hol vagyok. Hoppa, azt ki vagy az. Az ott jött a fal felém. De nagyon jött a fal felém. Így jöttünk ide. Ezen meg... Akkor nem mentünk át szerintem, hanem leestünk. Aha. Most jobban állunk, mint az előtt. Na. Az nyitotta azt az ajtót, jó. Oda kell majd valahogy. Ebben az esetben viszont marad csak. Tudom, mire fogok számítani, de azt hisz, mégiscsak durva volt.
lehet elintézni. Rápottyantotta a zombikat. Az valami máson nem nyitható, azt mondja. Az ott kinyílt, jó. Nem legyünk olyan bátrak, hogy szúrjuk be. Hoppá! Aha, ez ide a kezdete, kezdetére dobott. Ez kiugrott a lávából, vagy nem tudom honnan. Ez a pálya, ez nagyon olyan, hogy így szándékosan mögött teleportál. Igen, itt nincs olyan, hogy így véletlenül belelövök, tehát hogy... Ugye? Aha, lelövi mindenképpen, így nem nincs az az előttem levő. Ugye sok játéknál itt már figyel a fizikára, hogy nem bírna oda átlönni, tehát belelő a falba. Oda célzunk, de belelő itt nincsen. Oké. Okay. Ezt is szoknunk kell. Mint ahogy egy csomószor szoktunk kell egyébként nyomni az ember az X-et, hogy... Szóval nyomja az ember az X-et, hogy töltsön. És nem kell nyomni. Nem is kellett ugrolnom, rögtött rá. Nem a lávába ugrott ki, ez ott a hátam mögött valahova oda teleportált. Imádjuk ezeket a teleportálódós dolgokat. Imádjuk. Elvetettem, bassza meg! Tölteni akartam. Szívni fogunk. Jön a szívás, akkor innentől kezdve. Nagyon szívás. Aha. Kaptunk legalább. Azt mondja, odaugorjak be. Ja, ez volt a vége. Oks. Az ott mi?
Hát én tökre úgy emlékeztem, hogy ez volt a Quake vége. Amikor meg kell bizkálni árammal, jaj. De ezek szerint... Ezek szerint nem. Megszereztük a rúnát. Nyárja! Vagy kicsit lejjebb, úgy-úgy. El van a faszi. Ott magába. Nem is emlékeztem, hogy ez ilyen szép ilyen. Ilyen nagy masszára emlékeztem, nem ennyire. Basszus. Hogy ez ott fel van erre. Voltunk elég gyorsak. Időtem fel. Aha! Fölmegyem. Kidőlt. Ja, most itt lett egy ilyen. Hogy be tudjak menni. És akkor itt ez egy óriási baszki. De nagyon kellettünk. Ja, hogy így érti a 21-et, szépen leszámoltam most neked. Az első pálya. És hogy tökre azt emlékeztem, hogy ez a Quake-nek az utolsó pályája. Bizonyára valahogy server volt meg először nekem. Aha, most írja, hogy mindegyik végén egy rúna van. Az összes ilyen világban. Minden négyet be kell szerezni, és abból ugye egy megvan. Pedig emlékszem, hogy igen, aztán volt ilyen, hogy így bezárultak ezek. Second episode, oké. Fekete mágia. Birodalma. Na figyelj, azért szélt szerintem rá kéne nyomni. Egy rendes szévet. Ezért nem is tudunk már visszamenni. Hogy keveredik, nem? Hogy ez a ilyen mágikus, de egyébként meg ilyen science fiction-ös kicsit túmos. Valószínűleg és talán így is volt, hogy nem igazán tudtok megegyezni itt a dizájnba, mert ez azért így nem annyira egységes dizájn. Tessék itt a neszeneket, olyan Doom, hogy csak na. Megint egy jó.
szokás szerint elvesztettünk mindent. Jó dúl, szokás szerint nullára kezdünk. Már fegyverügyileg. Azonnal másodnal nyitható. Na. Többet jön. Na. Honnan nyitódó? Vagy nyíló? Opa! Nagy víztározó. Szerintem csak azért raktak ide, mert jól néz ki. Látszik, hogy hangulatában ezek a pályatervezések tényleg a harcról meg a játékos szivatásról szólnak, tehát nem az, hogy úgy nézzen ki, mint egy eredeti bázis, vagy valami. Az anya, ott hol vagy? Látod meg a kulcsot? Oké. Tehát van egy arany kulcs. Ez ideig nagyon jó. Jaha, az ide kell. Oha. Hogy? Ki vagy? Ó, Jézusom. Jaj, abban jobb nem belelőni. Én azt mondom neked.
Ez mi volt ez a hang? Ez a kutya. Várj, most jutottunk oda szembe át. Jaj, jaj, jaj. Nem jó. Beszorultunk. Én nem beszorultunk. Hanem. Az a nyolc. Nem beszorultunk, hanem leereszkedett mögöttünk a fal. Ez valaki más lövöldözi ránk. Jól van, gyerekek! Hát én azt mondom, hogy nem megyünk bele egy következő fejezetbe, hanem hogy innen folytatnánk. Nagyon, nagyon jók vagyunk egyelőre. Egy rúnát tehát megszereztünk. Jön vissza valahol a hangulat, igen, és azt is érzem, hogy miért nem volt a Quake az, ami technológiailag egy csoda volt akkor. De hát igen, tehát azért mai pályát tervezés szempontjából ezek a keszekusza folyosók igazán azért van a labirintus, hogy téged szívasson hátad mögé teleportáló ellenfelek és így tovább kinyíló ajtók. Ugye ez úgy a Doom-ban is persze működtek meg minden, de ezt azért ma már nehéz tolerálni, vagy nehezebb egy picit élvezni. Így ugyanakkor rettentő fluid, tehát hogy rettentő fluid a lövöldözés, és igen, nem figyel olyan dolgokra, hogy most ott a, előttem, ha kilövöm, akkor a szélén lepattan a lövedék, vagy belelövök a csücskébe a padlónak. Meg nem kell fegyvert tölteni, tehát ezek mind-mind azt szolgálják, hogy menjél. Ugyanakkor tényleg nagyon meg kell tanulni a pályát, hogy hol mi van, tehát hogy ha jól túl akarsz élni, akkor igen, ez a menj sűrűn, tölts vissza és próbáld újra nyugodtan. Jó, ismertem olyan srácot, aki tudott rocket jumpolni, és ez volt az alap ahhoz, hogy te beszálljál egy Quake arénába. Hát én nem tudtam. De nem is játszottunk annyit, nem volt olyan gépem, amelyen ez úgy futott volna. Úgyhogy addigra meg már igazán másokkal játszottunk. De egyébként mondom, azt a fluid élményt ezt hozza. Úgyhogy itt most befejezzük, és akkor folytatjuk legközelebb. Na, legyetek jók, sziasztok!